A nők egészsége volt a középpontban. A Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezetének január 20-ai rendezvényén, a Balassi Bálint megyei könyvtárban. A figyelemfelhívó találkozó keretében a megjelentek többek között gyöngyöt fűztek. Az elkészült ékszerekkel a méhnyakrákban érintett salgótarjáni nőket támogatják, a Májva Virág Alapítvány országos felhívásához kapcsolódva. A program egyébként az Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét keretében került megrendezésre. Azt szeretnék, hogyha különösen felhívnánk a figyelmet ezen a héten, a hölgyek figyelmét arra, hogy ma már egyetlen nőnek sem volna szabad meghalnia méhnyakrák miatt, mert van védőoltás és van szűrési lehetőség. Így foglalta össze a találkozó célját Krejcsi Mária. A Salgótarjáni Alapszervezet vezetője arra is rávilágított. A népegészségügyi adatok azt mutatják, még mindig van mit tenni az egészségtudatosság terén. Míg a skandináv országokban a méhnyakrák szűréseken résztvevők aránya közel 90%-os, addig hazánkban a nők több mint fele nem jelenik meg a vizsgálatokon, derült ki az előadásokból. Magyarországon évente mintegy 1500 nő hal meg méhnyakrák következtében. Ez a szám egy közepes magyar falu teljes női lakosságát tenné ki. Pedig a méhnyakrák ma már védőoltással, valamint rendszeres szűrővizsgálatokkal megelőzhető. Erre is felhívták a résztvevők figyelmét a találkozó során. Egyébként idén 9. alkalommal került megrendezésre az Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét programsorozat, melynek keretében Salgótarjánon kívül további 32 településen szerveztek felvilágosító rendezvényeket.